600 kilométeres úthálózat, melyből 290 kilométer aszfaltút. Ilyen hosszúságban kell kontrollálni a burkolat minőségét a Nyírvévé Nonprofit Kft.-nek Nyíregyházán. A társaság maradéktalanul el tudta végezni azokat az útfelújítási munkálatokat, amelyeket még évelején ütemeztek be. Az erre az évre vonatkozó utolsó útburkolat és kerékpárút javítások szeptemberben kezdődtek el, így még a következő hetekben is zajlanak a munkálatok a város több pontján. 17 helyszínen tudtunk több mint 2000 tonna meleg aszfalt felhasználásával nagyobb felületű útfelújításokat végezni. A város több település részén, Felsősima, Fostóhegy, Borbánya, Józsaváros területeket tudom kiemelni, ahol összefüggő nagyobb útszakaszokat sikerült felújítani. Folyamatban van most 5 útnak és egy kerékpárútnak a teljes felújítása. Ezek majd december közepére fognak befejeződni. Ez a Csillag utca, Bújtos utca, Nyírfa utca, Tábor utca és Sulyán-Bokori bekötőút, illetve a Törzs utcai kerékpárút. Nem csak Nyíregyházán, hanem az egész megyében is folyamatosak voltak az útfelújítási munkálatok. A Magyar Közút által kezelt 2272 kilométeres megyei úthálózaton idén több mint 15 milliárd forint értékben indulhattak meg útfelújítási munkák, ezek várhatóan jövő év tavaszán zárulhatnak le. Az idei évben a Szabolcs megyei igazgatóság saját feladatterű keretének terhére, valamint a saját kivitelezésben végzett Magyar Falu útfelújítási program keretén belül 25.400 tonna aszfaltot dolgozott be a megye úthálózatán. Jelenleg a 38-as számú főúton folynak még nagyfelületű burkolatjavítási munkák Tokaj és Rakamat között. A téli felkészülés részeként a megye úthálózatán az idei évben 2650 tonna meleg aszfalt került bedolgozásra kézikátyúzási munkák során. A szakemberek folyamatosan végzik ezeket a feladatokat mindaddig, amíg az időjárás azt lehetővé teszi. A téli időszakban is több helyen lesz jelen a közút megyei mérnöksége, azonban a technológia és az időjárás már csak a hideg keverékkel történő kátyúzást teszi lehetővé.